Ja. Jó van ma. Szavaztok. Jaj, de jó, hogy eljöttetek, de jó. Figyeljetek ide. Segítség kéne. Lemezt kéne csinálni. Tényleg, nem mondom. Ugyanis az a helyzet, hogy segítened kell, mert úgyis te veszed meg, és legalább akkor olyat veszel, amilyet csináltál, nem? És akkor rám aztán semmi felelősség nem árul. Először is meg kéne beszélni, hogy mi lenne mondjuk az egésznek a címe, tudod? Az a helyzet, hogy... De drága vagy. Poén nélkül is jól érzi magát, mi? Az a helyzet, hogy az egyik lemezemen a magam módján emléket állítottam drága Szendrő Józsi bácsinak, első igazgatómnak. Na most ezen a lemezen szintén a magam módján szeretnék emléket állítani második igazgatómnak, Komlós Jánosnak. És azért úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha az lenne a címe a lemeznek, Komlós után szabadon. Na most, jó van, ne tüntess, csak soly. Mert ebből balé lehet. Na most, én azt, ami a szöveget illeti, mindent elmondanék, amit úgy is tudom, hogy kivágnak. Hát na, az időt meg kell csinálni itt. Tudod, hogy van, majd amikor fogod a lemezt hallgatni, amikor ilyen klatty van. Na, ott volt ez a rész. Félek, hogy olyan lemez lesz, hogy tele lesz ilyen klatty, 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 klatty. Hát amilyen a politikai helyzet most, úgyhogy azt mondja, klattyogta Hofi Géza. Na most, hogy néztem a rádió újságot, meg az ilyen komolyabb dolgokat, amikor egy műsor elkészül, ugye fel van tüntetve, hogy ki csinálta, meg hogy csinálta. Nem akarok lemaradni, a következő lesz ráírva a lemezborítóra. Szerkesztette Hofi Géza. A rendező munkatársa Hofi Géza. A munkatárs rendezője Hofi Géza. Segédrendező Hofi Géza. Rendező segéd Hofi Géza. Rendezte Hofi Géza. Na most akkor eddig megvagyunk. Na, szóval akkor induljunk. Hát én elmondanék mindent, amit gondoltam. Valahol valami nem tetszik, beleszólsz, már ki is hagytam. Jó van? Na, képzeld el, ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt a paraván mögött. Oda lesz betéve a műtő, azt azon fogok feküdni, és orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak, és az jön hangszóron, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia éveszi. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? Ez olyan, mint az ópium, nem? Na tényleg, ópium miből készül, tudod? Mágból, ez az, ez az. A rohadt szemét imperialistáknál, tudod? Ott készül mágból. Mert nálunk dumákból, tudod? Szóval azért mondom, hogy nincs, aki segítsen. Képzeld el! A múltkor eljöttek hozzánk a színházba, eltévesztettem. Szóval eljöttek hozzánk cenzék, ott jut a cenzné, mellette meg az ura. Az a cenzura. Hát te... Dicsértek, hogy remek, Géza. Milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza. Amit tegnap is mondtál, Géza, az többet nem mond. Hát egy aztán hogy lehet csinálni? Na utána az a rész jött a műsorba, képzeld, amiből sajnos baleset is lett. Olyan 4 méter 20 centi magasból körülbelül. Minden előadáson a színházban úgy zuhantam be a színpadra. Amelyikötök látta, az még emlékszik. Legalább az esésre, ha többére nem is. Képzeld, amikor próbáltuk ezt az esést, kijött a szakszervezet munkavédelmi akárki. Azt mondja, honnan lesz az? Hát mondom, onnan föntről. Azt mondja, hát az magasan van. A szakszervezet nem engedélyezi. Akkor még ez a lengyel ügy még indult, tudod? És nem tudták még, hogy merre megy. Saját felelősségemre, az más, akkor menjen följebb. Mert olyan aranyos volt. Na szóval képzeld el, 300 alkalommal mindig úgy zuhantam be a színpadra, semmi gond, oda volt tévedjen. Valami, arra úgy ráestem. Na, szilveszter előtt 2 nappal, mit ad is, illetve, hogy nem eltársak, képzeld el így, egy olyan 1/2 méterre a gumi mellé, gondold el. Nagy port vertem föl, hát
Hát képzeld el, engem onnan fönt, hogy pács! Leestem, csak akkor jött a pletyka. Ó, nagy érdemű public. Tudja keverni a szalámit, széle. Az egyik variációt elmesélem. Jött a szöveg, hogy ismeri feketéjéket? Micsoda beszéd? Van trafikjuk is, mindent tudnak. Van kocsijuk is, Ford. Wagon Station Campingkán. Ők mondták, Hofi azért nem szerepelt szilveszterkor, mert előtte összeverekedett kabossal. Nézd meg! Ráfekszem, meghal, de... Azon kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Hát kell nekem ez szükségállapot, mi? Na, szóval leestem, képzeld el, nyoma is megvan, nézd meg. Eltörött a vörös borom, látod? Húfúj, úgy lejöttem, mint a malév Prágába. Tényleg úgy lezuhantam, mint az a szobor annak idején. Stán melyik szoborra gondoltál? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Eltársak. Igen, mert ledöntötték. Azt is. De rosszak vagytok. Yeah. Azért mondtam, hogy azt is. Ledöntöttek még egy másik? Nem, várjál, összekevertem. Siker megzavar teljesen. Nem, amelyik szoborra én gondoltam. Azt nem döntötték le. Felrobbantották! Ezek a piszkosok a hétszentség itt neki. Felrobbantották a magyar nép nagy vezérének, hősfiának, Gömbös Gyulának, szobrát, elvtársak. A magyar nép nem felejti el hősfiát, nagy vezérét, Gömbös Gyulát. Ebben nekünk segít az okos, csöccsös emléktábla. Láttátok? Nem-e? Hát szabad-szombaton merre kújtorogtok? Hát? Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél, szárazod, mi? Az a jó, az már kész van. Na várj, elmondom ezt a szocialista emléktáblát. Képzeld el, Erzsébet híd, Budai híd főénél a parkban, van egy okos szocialista emléktábla, valami tanácsi népművelési akármi tetette oda. Hát igaz. Hagyjál, majd megnyugszom, majd. Oda tették ezt a csodszerest emléktáblát, hát sajnos télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Na hát, a hónak legalább esze van. Na, idézem a csodszerest a tábla szövegét szó szerint. Azt mondja, ha csak rágondolom. Na, és a budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. Ja. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a francia kíváncsi. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők robbantgatnak, ugye? Mire kell emlékezni a szocialista tábla szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi! Nem felejtünk el, amíg élünk. Meg amíg ilyen táblát tesznek ki. Jaj. De tényleg, gyerekek, hát beszéljük meg, hát ha már itt, tényleg itt vagyunk. Hát miért nem lehet kiírni a táblára a partizánok nevét? Hát nem voltak olyan sokan. Ott. Mit mondasz? Á, ne idegesítsük. De tényleg a nevüket miért nem írják ki? Nehogy üldözzék őket, mi? Hát akkor a személyi számot nem kell odaírni. Kész. Egyébként nem tudom, tudod-e? Magyarországon a partizánokat központilag nyitva üldözik. Az úttörők. De ez a sok rohadt kölök, ez megy lakásról lakásra. Itt a fejem közepe, előre. Kerestek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag, a francia. Jaj, gyerekek, gyerekek.
Szóval, visszatérve az elejére, mindjárt menjünk szombárja, aztán vidámabb leszek, mi? Tehát mit vannak, mi? Egyébként képzeld, tudod, mit láttam? Na, képzeld, de láttam. Már jobb kedvem van, láttam. Ennyi, ez nekem ennyi, érted? Igen vagyok egész nap, hata megyek, ó, tudod, ennyi, érted? Na most, ne vágj föl. Na, szóval, nem hülyeskedünk, mert mindjárt kifut a szalag. Na, szóval, képzeld, de láttam egy volán vállalatnál egy zil teherautó menetlevelét. Hát ilyet? Azt hittem, összekarbalom magam. Ez. Szó szerint idézem, képzeld el, a menetlevélen rajta van a dátum, a kilométer óra állása, szöveg, szó szerint. 30 mázsa kommunista. Na, mi van, sok allod? Ez volt rajta. 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza. Hogy van ez? Miről van itt szó? Sofőrt behívták, hogy Horváth Ertás, mit jelent ez, hogy 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza? És mi a francot jelentene? Hát gyakorlatra vittem a munkásőröket. De hát ezt hogy lehet ilyen hülyén kiírni? De hogy írjam ki okos, amikor szabály van rá? Zil teherautóval személyszállítás tilos. Csak mázsát vihetek. Egyébként, mert én aranyosak vagytok, és itt időztök ebbe a melegbe. Hoztam egy viccet ajándékba. Te, húsvétra. Jövőre. A kedvességem az semmi, mi? Belém köt, hogy elkéstem. Belém köt. Nyugodj meg, neked sincs már tojásod. Nyugodj el. Most képzeld el. Na, azért többinek elmondom azért. Egy egyszerű kis vicc meg fogod hallani. Semmi politika nincsen benne. Különben is ismersz, hogy én politikát a műsoromban soha. Hogy ne, bevigyenek. Még egyszer, nem? Mi viccelünk itt, mi? Na szóval, egy egyszerű kis állatmese, azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, de figyeld meg, hogy politika egy szó nincs benne. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, verjük meg a nyulat. Na, majd holnap megvárjuk. De ma verjük meg. De ma mély verjük. Ha sapka van rajta, akkor azért verjük meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek, paf, agyba főbe verik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának. De, megint várjuk meg. Hát, tegnap már megvártjuk. De ma még várjuk meg. Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért várjuk meg. Ha meg ad nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek. De, hogy? Adj egy cigarettát. Ha miért parancsoltok? Füstszűrőst? Vagy nem tűzszűrő? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. Úgy, ahogy semmi politika nincsen benne. Azért röstel lettem volna, hogy... Azért engem az a vicc egy időszakra azért emlékeztet. Megsétik, hogy akkor sok emberen nem volt füstszűrős sapka. Jaj, várjál, most kapcsolok itt még a nagy zavaromba. Be sem mutatkoztam nektek. Na, várj most. Se rokona. Tudja a verset, hallod? Ne lenné ennyire művel, de... Hol végeztél, milyen szakon? Éjszakon, mi? Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Én vagyok a szocializmus. Szebbet vártál, Gizi? Aranyanyám, ez van. Tudod mit? A szomszédainkat látogasd meg, aztán örülni fogsz nekem is. Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek.
Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van, okos vagy, ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert, mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt. Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. A november 7-e van, akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Ennyi a résznél meg kell állni egy pillanatra. Kaptam egy kritikát erre a kis részre, nem is akár kitől, hanem a kritikustól, a 70 éves kritikustól. Úgy volt az eredeti szöveg, hogy Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta neki a takarítónője, Pavlovna Ivanovna, Lenin elvtárs, tessék felkelni. November 7-e van, azt mondta Lenin, tényleg, ma van a felkelés. Megnézte a kritikus, kérdezték, hogy na milyen volt. Következő volt a válasz. Nagyon mélyen szánta. Nagyon politikus. Csak a történelmi hőségnek nem felel meg. Ugyanis nem a takarítónő keltette föl Lenin, hanem Lenin a világ összes takarítónőjét. Ilyen az élet. Jaj, várjál, most jut eszembe. Jelmezem is van, te. Felveszem, eldobod magad. Ugye, ilyet nem láttál még. Addig nehogy elmenjél, jó? Ez már valami, mi? Ez a sapka még nincsen, ez a vízilabda sapka még nincsen készen. Ide jön a tetejére, ide jön majd rá a sarló és a kalapács. Jó, sor mintának. Ide meg a startszámom, mint előre. 45. Akkor ugrottam. Szak egy ugrát, aztán több lett. Na most valamit szeretnék drágáim tőletek kérni. Aranyosak vagytok, eddig le a kalappal tényleg minden poént vettetek. Azt kérem, hogy nem ledermedni mostantól sem, mert kicsit rázósabb dolgok jönnek. Azért mondom, mert tapasztalatból tudom. Ennél a résznél általában így legyetek. Jó? Úgy, mint eddig, jó? Na, megyünk akkor. Képzeld el. Ez a sapka azért van rajtam, mert ez jellemző rám, tudod? Mert én, mint magyar szocializmus, teljesen, még soha nem voltam kinn a vízből. Látod, pedig most szóltam, látod már? Az a rész már leállt teljesen. Jaj, most miért vagy ilyen most? Mi van, tényleg egy vállalattól vagytok? Igen, akkor nem szóltam, akkor bocsáss meg. Akkor már minden világos. Ebből is lehet látni, hogy nálatok üzemi demokrácia van eltársa. Egyszerre szartok be. Jó van ez. Ez már az, ami. Hát engedd el magad, hát kabaréban vagytok. Nem szabad pártnap, onnan nem. Onnan tudom, akkor fele ennyi ellennétek, onnan. Ja, valamit nem mondtam még. Kérdez, ez a kapitalizmus, képzeld, ez a kapitalizmus, ez engem akar legyőzni, a cöccelizmust. Csacsi. Sehol nincs, hogy nem? A kapitalizmus csak akkor tudja legyőzni a cöccelizmus, hogyha előtte szövetkezik velünk. Hát a cöccelizmusnak annyit nem tud senki se ártani, mint mi. Mert hozzánk közel áll, tudod? És eléri. Te olyanok vagyok, mint a kapitalizmusnak, mint a Titanic hajónak annak idején a jéghegy. Miket tudok, mit szólsz, mi? Ugye? Ennyi látszik csak ki a vízből. Na, de ami alul van.
Ahogy a költő mondja. Ha vár, felül a gája, s alul a víznek árja. Na, hogy van tovább? Dehogy is. Azért a víz van alul. Csak hogy tanulja. Na most valamit nem mondtam még, várja. Oda a műtőben nem azért visznek ám be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Semmi bajom, tudod? És ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak. Én még ilyen, valamit mindig kivesztek belőlem, de ez mégis kell. Akkor visszarakják. A másik oldala fordítva. És én csiki-csuki megy már 30 valahány éve. A legfrissebb ilyen kibevevés, képzeld el, te is észrevetted, az ország összes lukát telerakták olajkályhával. Na most, ez a rohadék olajkályha mit teszik? Olajat a nyüves, jó mondom. Agáca fába bele se kóstol. Na most ezt fönt eddig nem tudták, hogy az agáca fát nem eszi az olajkályha. Na most képzeld el, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Na most... Ne neves, nálunk másképpen semmi nem történik. Csak terv szerint mindenek, mert nem úgy gondoltuk. Na most, Likluk kettőre aknákat bezárták, és okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Tényleg, ez részben sikerült is, tudod? Szőni még nem tudnak, de csöcsük már nő, ilyen. De ilyen. Oh. Ilyen sörcsös, tudod? Középre egy. Voltál te már Komlón? Ilyen mindenki. Na szóval, ezek a rohadt imperialisták, meg gondold el, az olajárát fölemelték, ugye? Az meg ide begyűrűzött, meg ide a lehető végig aztán jön ám minden. Na most erre bemondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnek kell fűteni. Hát, hogy honnan a francból lett megint szén? Mi? Valamelyik okos elégett a falábát. Hát, különben onnan lenne, ugye? És még valami. Amit kivesznek belőlem, azt mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogyha egyszer totálkáros lennék. Az elején vette ki belőlem egy fegyvert, ilyet nem láttál, behozom, elájulsz. Ez már valami, mi? A tangóharmonika, kérlek szépen, a tangóharmonika az 50-es évek igen-igen komoly fegyvere. Ezzel írtották ki a kulákot. Minden rohadt kulát. Hogy dögöljön meg. Be a börtönbe. Ja, nem is mondtam, hogy önként. Hát, emlékszel rá, nem? Nem emlékszel. Akkor. Úgy látszik, azóta magasabb lett a behoztásod. De azért remélem, a lódenkabátod még megvan. Vigyázz rá, jön a tél, vigyázz. Na, oda mentek a kulákhoz a harmonikával. Na, kulák. Akarsz hallani csasztuskát? Mi akar a franc, inkább a börtön? Puffik már nem értem. És a kulák járt jól, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Ókó! Kérlek szépen, eredeti múzeumi példány, figyelj! Ja, kettőre van zárva, várjál! Egy, két, há, négy! Mit nevetsz, ebből nem lehet baj! A szövegét meg nem én írtam! De azért okos, a végtelenségig, figyelj! Mi az ifjú úttörő? Figyelj, szükített, figyelj! Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Ott a fal, a fal. Ja. Gondolj, ne? Minden kulák benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Utaló sorokozó, lép és üdülj! Sánta!
Hát rab az ilyen. Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad, ne félj. Na, a rabok állnak szépen sorban, azt mondja a fegyőr. Te mi vagy benne? Jelentem, kulak vagyok. Meg fogsz dömleni. Mocskos rohadt szemét, népellenség. Ki fogom taposni a beled? A rohadt anyáddal együtt, te! Szemét rohadt mocsak kulák vagy, csinálj fel a hatétábát! Rohadt szálkás kulák. Anyád halőr volt, ugye? Na, várjál. Oda foglak felakasztani. Ha majd egyszer lesz szögünk. Te mi vagy be? Jelentem. Te is kulák vagy, hogy azt vesz? Megkapod leírva. Te rohadt reakciós mosladék, te. A kulákot kiirtották. Emlékezzél vissza, egy picikét túllőtek a célon, mert a kulákkal együtt kiirtották a disznóhúst is, a marhahúst is, meg a minden húst is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel, vakbelem volt. Nem látta, hogy húst ettem volna. A kukorica prószát meg nem mutatta ki, pedig zabáltuk dögivel, na mindegy. Ennivaló nincs, azon gondolkodtam, hát azért, mert nálunk épül a szocializmus, hát azért enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Tehát vagyok. Ha eszem, leszem, úgy kell mondani. Te, hogy a szocializmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ezt mindenhol. Na, körülírva elmondom, várjál. Az egyik országban hoztak egy törvényt, hogyha valaki élelmiszert halmoz fel, 5 évig terjedő börtönt kap. Mit gondoltok? Van ez már 4 év. Azért, ahogy látom, van egy-két cellatársam, így azért. Ez a jó, hidd el. Van miből leadni. Illetve majd lesz. Nevetsz most még, várjátok. Fogod te még mondani, hogy azt hittem a Hofi viccet? Azt hittem én is egy darabig. Néztem az ismétlést most május 1-én, az önök kérték adást. Tudod, mi a borzasztó? 2-3 évvel ezelőtt felvett műsoromnak minden szava mára aktuális. Hogy én ilyen friss vagyok? Hát ez... Ja. Az amerikaiak fellőttek egy ilyen műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéadással. Na, mindjárt megijedtek, hogy... Hát akkor most, hogy itt... Mostantól lesz film is, ugye? De akkor most ugye a rohadt imperialisták, meg a rohadt kapitalisták most majd fel fogják higítani, ami politikai nevelő, felvilágosító, politikai felvilágosító, szociál nevelő, agitációs politikai, politikai munkánkat, ugye? Na nem baj, mi meg építünk egy nagy zavaró állomást. Hát hülyeség, hát nem, a minek? Egy. A zavaró állomás felépítése borzasztóan drága. 2. Mire ez az amerikai műhold elkezd sugározni, addig úgyse lesz villany. Hát már most nincs. Napi 3 órát. És mikor nincs? Este. Hogy lássák, hogy nincs. Volt nekem még egy hasonló témájú szövegem, csak azt kivágták a műsorból. Olyan abrítást rendeztek, kombánnyal jöttek valóságban. Igen, mondták, hogy nem mondhatom el, mert hosszú. Ja, messzire elér. Egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk. Bement, ahol bement. Hát annyi hentes van, amelyik üres.
Ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak a francérti, nem? A fogas megvan, csak meg kell számozni, nem? Mindjárt nem kéne sorba állni kabátért a levesbe. Na gondold el, hogy... Azt mondja az illető, azt mondja, kérek egy kiló fejhúst, nincs. Hát akkor... Másfél kiló pörkütnek valót. Nincs. Hát akkor egy olyan... Kila pacalt. Nincs. Hát akkor egy olyan... 40 deka sonkát. Nincs. Hogy szavába ne vágja. 2 kiló oldalast. Nincs. Hát akkor egy kiló lábszárt. Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, ki az, aki ennyire válogat? Na, visszatérve a kulákra, pedig gondolom az igazság kedvéért már csak el kéne mondani ennyi év távlatából, mert úgy nem igen beszéltek eddig róla. Szerintem meg fontos lenne tisztázni azt, hogy... Hát ilyet ne tapsolni meg aztán pláne, hát vigyázz! Hát ne csinálj már ilyet, hát elkezdél tapsolni, erre a kerület politikai vezetése megtudja, hogy a familiádban volt kulák. Hát ilyet ne... De engem figyelj, mindig tapsoltam én? Nem, na látod. Pedig 3 volt. Mind a 3 apám kulák volt. Ezért nincs diplomám. De így legalább nem kell vegyülni, na. Szóval... A kuláknak azért volt, mert értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan, malac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na most nálunk az üzletekben nézzél szét, ott az ennivaló. És nem azért van nem nálunk ennivaló, mert december végén itt járt a Jézus. Megvizsgáltam Népfront szemszögből... Jézus máshova is ment, meg ott még rokona is van. Nem tudom, tudod-e, hogy ott szenteste miért függesztették fel a kijárási tilalmat? Mert tudták, hogy szegény Jézus 10-ig nem végez. Szépen nálunk van ennivaló, mi következik ebből? Hogy van megint kulák. Hála a jó Istennek, meg a fólia sátornak. De, ha nem lenne ilyen erős mezőgazdaságunk, olyan ipari ország lennénk, hogy arról kódulnánk. Szóval mondom, van megint kulák, csak most már nem úgy hívják, hanem például Bábolnai Állami Gazdaság vezérigazgatója. Ért hozzá. Fel is jelentik minden hónapban. Csak most már nem viszik el a feljelentőket. Igen. Ez a Bábolna, így tudod, a burgert a góré, és hogy hívják Bábolnát? Burgerlandnak. Ja, igen. Egyébként ez a néptelen feljelentés, közben ez nálunk népi hagyomány, tudod? Ez a sok szeméttetű, tudod, ezek nem döglöttek meg még mindannyian. Van olyan mocsok, amelyik még most is él, tudod? Ja, címet tudja, papírja van, ceruzája van, főjelent. Kész. Tudod, a 3 ez elég indok, nem? És ezek a piszkok annak idején nálunk a gestapónál, a 2 öreget mindig összekeverem, mi? Hadd mi megy a műtőbe, várj meg! Te! Illetve én! A szocializmus terjed! Már két ágyon fekszem! Szétvágtak, mi? Nem ám, te én, mint szocializmus, én magamtól terjedek, tudod? És éppen ezért nem szerettem, hogyha azt mondják, hogy ott meg ott már ott vagyok. Én meg tudom, hogy még nem vagyok ott. Na, ezt elmondom világosabban, még egyszer várjam.
Enélkül nem mehettek hazát, nem érte. Ez a lottó, a motto. Na, szóval. Na most, én, mint szocializmus, valahogy nem szeretem a földrajzilag homokos területeket. Ezen még cizellálni kell, várjál. Innen kezdjük, várjál. Szóval, engem, mint szocializmus, valahogy nem mindenhol szeretnek ott a sivatagos területen. Ott én valahogy nem tudok gyökeret verni, tudod? De, ott én már annyi mindent vertem, gyökeret nem. Nem, pedig locsolom is. Locsoltam is, nem ám ilyen hülyén, vízzel, tejjel. Oda én már annyi tejeltem, és nem. Nyelni, nyeli, csak nem köt meg. Hát valami asszuálni meggátolja, én még jobban. Tudod, akkor pedig belém kapaszkodnak, belém rúgnak, én meg a központ, tudod? Nem kéne összekeverni ennyire, nem? Valaki azt mondta egyszer itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krumplileves legyen krumplileves. Értassak. Egyszerűen tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy szocializmus, ami beleszagolunk. Hát tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. Na, ki segít nekem, lányok? Mi kell a befőtt eltenni? Hagyjam szépen bátran, na? Szalicil, nagyon jó. Azt hittem, gyümölcs már nem is kell. Szalicil elsőre, hallottad? Imádlak, jó van. Te aztán magyar vagy, ez már valami. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább ne romoljon el. Szóval kell gyümölcs, kell, aztán kell cukkerbite, kell... Na most... Mit szólsz, mi? Jaj. Na, utána az üveget mivel takarod le? Szelofán, nagyon jó, szelofánom. Nincsen, van egy ilyen nylon ingem. Ez a szelofán addig játszásdiból. Na, az üveget utána mivel kötöd le? Gumival, nagyon jó. Van gumi nálad? Nincs. Nem ide készültél? Na várjál, nálam van egy ilyen csoportos. Na, szóval... Komolytalan népség vagytok meg már. Na most, tegyük el a szocializmus befőttjét. Az üvegben benne van a gyümölcs. Ráhintjük a szilencium, a talincimumomot. Mit tudom, mit hintünk rá? Letelítjük a celofántal az üveget, szépen, így. Elővesztük a gumit, lekötjük. Aki bekebe lesz, belerugok. Szálem. Shalom. Hát, ha itt van mindenki. Tudod, amikor ilyen van, akkor olyan nyugtalan vagyok, tudod? És ilyenkor úgy szeretném megkérdezni a nagy álmodómtól azt, hogy mond, ugye nem volt álom az egész. Mond, ugye nem megy el a józan ész. Mond, ugye mindig együtt álmodunk. Mond, ugye többé már nem vádolunk. Mond, hogyan folytassam az életem, szomorú lenne már nélküled. Emlékszel még az első találkozásra? Nagy társaság volt a Putyilov gyárban. Annyian voltunk, mint a sokan. Mondd, hogyan folytassam az életem,
szomorú lenne már nélküled. Most meg ott a műtőben akkora serteperte van, képzeld el. Most tették belém az új 5.-6 éves tervet. Mi vagy te, bérelszámoló vagy? Vagy népies ellenőr, mi van? 6.-5. Ha mi a különbség? Akár honnan szorozott 30. Na ezt a tervet teljesen másképpen készítették, mint annak idején. Hogy a terv akkor régen hogyan készült, hát a gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem az 50-es években gyűröttek meg egy életre. Na, a többinek, a kiszeseknek meg elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni. Az Isten ne adja el, társok. Miért hajolta el? Ettől félsz? A keresztől, vagy a szomszédottól? Ez a kereszt nem olyan veszélyes, mint a szomszéd. Na képzeld el, hogy lementek a faluba a tervkészítők Józsi bácsihoz, szép, hosszú, barna bőrkabátban. Józsi bácsi, a disznó mennyit fog fialni? Az egy olyan dolog, kutyát. Előre a rosszabb se tudja megmondani. A pofát befogod, rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fialni. Hát, tetszik tűnni. Púf, egy pofon. Jaj, hát mennyit fialjon? Ha mennyi a terv, eltárs? 14. Hát akkor annyit fog fialni. Fölajánlásból. Hát, kinek ő még egy ekkora pofon? Mennyi a terv, eltárs? 14. Ezt megmondták a disznónak is? Azért jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na képzeld el. Telt múlt az idő, jött a fiallás ideje, oda mentek a disznó végéhez. Szép kis húzagolt disznó volt. Csámcsogást hallottak. Szóval te hülye, ez az indulási oldal. Na mindjárt mentek a másik oldalra. Hát gyűjt a malac csarnok elsőre, képzeld el. Na a disznó fialt 10 malacot. 10. Azt mondja a pártitkár. Szizmárja, idesanyám. Aki a mennybe lakozol titokban. Ez a nyűves disznó 10 fialt, amikor 14 a terv. Hát ebből még szabotázs is lehet. Jaj, mit csináljak? Mert malacot nem tudok. Na, az asszony is csak húzódozik. Hát akkor csinálok statisztikát. Magyar módra. Beírok 11-et. Hát az már mégse 10. Meg már majdnem 14. 11 beírva, papír ment tovább a járáshoz. Azt mondják a járásnál. Nem, fennháborítva eltálsza. Eltörően felháborító. Eltárszak. Ezt nem csinálhatjuk meg, eltárszak. Ezt eltárszak. A járás dolgozó népével nem csinálhatjuk meg, eltárszak. Nem eltárszak. Illetve eltárszak, csak nem csinálhatjuk meg. Tésztelője vagyok már. A meleg, az. Szóval eltárszak. Ezért, mint a járásnál, beírunk 12-t. 12 beírva alakul a terv. Gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha? Szépen vagyunk, eltársuk, szépen. Hová milyen húzatos, mi? 12? A szomszédban nem fialt senki, hát ilyet nem lehet. Se baj, eltársuk, se baj.
Ezért mi itt a megyénél beírunk 13-at? 13 beírva, alakul a terv, kitűnően, pompásan. Papír tovább ment föl, KB. Nem tudom, meddig ment föl, KB föl, mert hagyjál békén. Rossz vagy. Na, főn azt mondja, hogy 13 elvtársak. Szomorú vagyok, elvtársak. A terv az 14 elvtársak. Hát egy. Nem volt már valahol elvtársak. Azt se lenne baj, ha nyúl, csak röfögjön. No, nem baj. Mi meg beírunk 14-et. 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt, abban a pillanatban éljen Rákosi, éljen Rákosi. Kedves elvtársak, sok. Matt. Nagy szeretetelettel, tel. Köszöntöm, töm. A szocialista lista lusta termelő. Kimagasló világszínvonalájánának a 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, A 14 malacból 10 darabot exportálunk, a többit meg megesszük mi. Most meg tettek velém új felfogást, meg új szemléletet, ezt te is megfigyelhetted, újabban a kapitalizmustól, ami nekünk hasznos, átvesszük. Mindanyám. Azért régebben nem így volt? Á, kapitalizmusnak azt a mocskot, személy szétabosomat, azt a battalom. Ezzel szemben ma hogy van? Á, kapitalizmusnak azt a... Már nem halagszunk annyira, tudod, hogy van. Ami nekünk hasznos, át kell venni. Egyébként hidd el nekem, átvetett tőlük számolatlanul, te jársz jól, tudod? Ki van találva? Nem tudom, hallottál arról a kilós csomagolású lisztről, melynek minden kilójából 6-8-10 deka hiányzik. Na, bárki bármit mond, ezt nem a kapitalisták, hanem itthon csomagolta valaki. Hogy ki, még nem tudjuk, mert nem vette át a kitüntetést. Na, de azok a rohadt kapitalisták, az a fúj, az egy undorító egyfajta, te? Ezek a piszkos kapitalisták, tudod, mit csinálnak? Ezt elmesélem. Ezek a rohadtak, képzeld, ezek a piszkos személy kapitalisták. Ha mondjuk egy autót gyártanak, ezek a rohadtak, képzeld el. Az autójuk, ahogy a gyárkapun kijön, kész van a rohadt anyu. Azért mondom, ami nekünk hasznos, át kell venni, csak arra kell közben vigyázni, hogy a szocializmusnak a lényege az egy fikarsznyit ne változzon. Tudod, hát kitűnő példa van erre. Képzeld el, Iván Ivánovicsot kiküldték Amerikába, karmester képző iskolába, hát kitűnően elvégezte, 2 hét alatt. Utána adott a Balsói Teátrumban koncertet. No, volt akár a sok koncert. Ez itt a teáternek a teátere, képzeld el. A dobogón Iván fönnáll, szóval a lényeg, az ne változzon. A lényeg. Azt mondja Iván. Ladies and gentlemen, music please, full of love, love, free love, did you wrong? 1, 2, 1, 2, 3. Nagyon köszönöm a segítséget, ennyi volt. Gyere, Rácskoli, simázz!